Országjárásról és aláírásgyűjtési akcióról is beszélt Székely Sándor, az Igen Szolidaritás igazgatója azon a sajtótájékoztatón, amelyet ma délelőtt tartottak a Városház téren. Az eseményen a független országgyűlési képviselő, az Igen Szolidaritás Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. számú választókerületben induló Papp Ferencet is bemutatta a résztvevőknek. Ezen kívül a hazánkat leginkább sújtó problémákra és a párt programjára is kitért. Mi azért küzdünk az Igen Szocializmus nevű programunkban, hogy Magyarországon mindenkinek legyen normális bére, normális egészségügyi ellátása, nyugodt öregkora, és ami talán a legfontosabb, hogy mindenkinek egységesen elérhető legyen a színvonalas oktatás. A sajtótájékoztatón Papp Ferencet is bemutatták, aki az Igen Szolidaritás színeiben indul Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. számú választókerületében. Nekem van a terveim közt zöld politika, mert én szívemen viselem azt is, hogy a bolygó megmaradjon az utókornak, ezért én igazából szeretnék valahogy megvalósítani itt helybe egy újrahasznosító vállalkozást szeretnék itt létrehozni valamilyen módon, még egyelőre ez csak távlati terv. Papp Ferenc hozzátette, hogy emellett a közlekedés színvonalát is szeretné fejleszteni. Egyben hangsúlyozta a jelenleg zajló aláírásgyűjtés fontosságát. Székely Sándor pártigazgató a helyi jelöltön kívül Tóth Pétert is bemutatta, aki megyénk 7. számú választókerületében indul. Városunk mellett az Igen Szolidaritás képviselői Hangonyt is érintették. A minimálbér emelésének érdekében indított akció egyébként szeptember 11-éig tart. Jelenleg mintegy 100 000 aláírásnál tartanak.